A várandóság alatt vannak kötelező ultrahangvizsgálatok, melyek tájékoztatnak minket a baba fejlődéséről, de emellett vannak olyan genetikai szűrések is, amelyek nem csak a kisbaba, hanem az édesanyja szempontjából is nagyon fontosak. A genetikai vizsgálatok fontosságáról dr. Benkő Zsófiával beszélgetünk. Szép estét, köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen, szép estét kívánok. Szia. Mi még Flórával nem vagyunk anyukák, az egész babavárás még csak előttünk áll, de hát azt mindketten tudjuk, hogy vannak bizony kötelező vizsgálatok, kötelező szűrések, melyek ezek pontosan? Alapvetően a várandóság során három kötelező ultrahangvizsgálat van. Az első az első trimeszteri genetikai ultrahang, ez a 12. hét környékén történik. A második a második trimeszteri genetikai ultrahang, ez a 20. hét környékén esedékes. És a harmadik trimeszterben is van egy kötelező ultrahangvizsgálat, ez a 30. hét környékén a harmadik trimeszteri genetikai ultrahang. És ezek a kötelező vizsgálatok, ezek mi mindenre szolgálnak ilyenkor? Mit szűrnek az orvosok? Mit figyelnek? Alapvetően az első trimeszterben igyekszünk minél több betegségre szűrni. Ilyenkor van lehetőségünk szűrni a kromoszoma rendellenességekre, amikre nagyon pontos szűrővizsgálataink állnak rendelkezésre. Ilyen a kombinált szűrés, vagy az anyai szabad DNS tesztek, amik már 90% fölötti pontossággal tudják megmutatni, hogy van-e valószínűség arra, hogy a baba esetleg beteg. Nyilván a kötelező vizsgálatok mellett vannak nem kötelezőek is, amiket gondolom egyén szerint válogatnak, hogy ki mit szeretne elvégeztetni magán. Én tudom már előre, hogy nagyon pánikolós típus leszek. Paramami. Az biztos, úgyhogy amit csak lehet, én szeretnék elvégeztetni. Mi mindent lehet kiszűrni még? Hát alapvetően egyre több ritka genetikai betegség kiszűrhető már a szabad DNS tesztek alkalmazásával. Ezek ugye nagyon-nagyon ritka betegségek, de természetesen bárki, aki szeretné, ezeket igénybe veti, ezeket a vizsgálatokat. Ezen kívül lehetőség van még az édesanyák egészségét érintő prieklampsziának is a szűrésére, vagy korábban toxémiaként volt ismert ez a betegség. Ha már ezt említetted, akkor picit mesélsz nekünk arról, hogy mit érdemes tudnunk a toxémiáról, vagy mai nevén preeklampsziáról? Mi jellemzi ezt az állapotot? Alapvetően ez a betegség a várandóság vége felé alakul ki, 28. hetet követően, és egy súlyos anyai magas vérnyomással jár. És ez a súlyos anyai magas vérnyomás az esetek néhány százalékában olyan súlyossá válhat, hogy akár kolaszülést is kell indukáljunk, hogy a várandóságot befejezzük azért, hogy az anyának a vérnyomását csökkenteni tudjuk. Ezért nagyon fontos, hogy szűrjünk erre a kórképre. Hogyha valamilyen genetikai rendellenességet megállapítanak, akkor onnantól milyen segítséget tudtok nyújtani a kismamáknak? Alapvetően, hogyha egy szűrővizsgálaton magas kockázat alakul ki arra, hogy a babának kromoszoma rendellenessége van, akkor mindenképpen diagnosztikus vizsgálatra van szükség, és a diagnosztikus vizsgálatot követően már pontos genetikai diagnózissal tudjuk megbeszélni a házaspárral azt, hogy ők hogyan szeretnének dönteni ebben az esetben, milyen lehetséges következményei lehetnek ennek, mivel kell majd szembenézni esetleg a születendő gyermeknek az adott kórképpel kapcsolatban. Hogyha kicsit mélyebben belemegyünk, akkor melyek azok a genetikai rendellenességek, kromoszoma eltérések, amelyek szűrhetőek? Szerintem, ami elsőre mindenkinek eszébe juthat, az például a Down-szindróma, de emellett mi mindent lehet még kimutatni a terhesség alatt? Alapvetően a három leggyakoribb kromoszoma rendellenesség az, amire az első trimeszteri szűrővizsgálataink legnagyobb pontossággal szűrnek. Ez a Down-kór, az Edwards-kór és a Patau-kór. Ezek mindegyik úgynevezett triszómiák, ami azt jelenti, hogy valamelyik kromoszómából három darab van az általános kettő helyett a magzatnak. Picit furcsa kérdés, de van olyan genetikai szűrés, ami a legnépszerűbb a kismamák körében, amit tényleg mindenféleképpen el szeretnének végeztetni? Azt gondolom, hogy általában a genetikai rendellenességekre, a kromoszoma rendellenességekre a legnépszerűbb szűrővizsgálat a kombinált teszt, ami egy kiterjesztett genetikai ultrahangból, egy anyai vérvételből és az anyai anamnézisből áll, tehát gyakorlatilag egy egyszerű, könnyen elvégezhető és nem is nagyon drága vizsgálat. Azt, hogy milyen ez a szűrési terv, nevezzük mondjuk így, az mennyire befolyásolja még az édesanyának az életkora? Mert ma már azért nem ritkán látunk olyat is, hogy valaki mondjuk 40 felett vállal a gyermeket.
Igen, alapvetően ez is befolyásolja, hiszen a kombinált szűrésben, ahogy említettem, az egyik tényező az édesanyának az anamnézise, a kortörténete is, ide beletartozik az édesanyának az életkora is. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy azoknak az édesanyáknak, akik 40 év fölött vannak, nekik érdemes a kombinált teszt helyett inkább a szabad DNS teszt elvégzését választani, méghozzá azért, mert abban nem számoljuk bele a kockázatbecslésnél az anyai életkort. Egyébként a szűrések előtt lehetnek olyan jelek, amikből arra utalhatunk, hogy valamilyen genetikai rendellenességgel rendelkezik esetleg a kisbabánk, hogy még a szűrés előtt gyanakodhatunk arra, hogy lehet, hogy itt baj van. Minden szűrővizsgálat úgy történik az első trimeszterben, hogy előtte egy kiterjesztett genetikai ultrahangvizsgálat zajlik. Ezen a kiterjesztett genetikai ultrahangvizsgálaton megvizsgáljuk a babát, megnézzük, hogy mit látunk rajta, egészségesnek látjuk-e a szervrendszereit, és hogyha már akkor valami rendellenesség felmerül, vagy esetleg a tarkóredő, amiről már biztos sokan hallottak, vastagabb az átlagosnál, akkor itt nagyobb a kockázat arra, hogy valamilyen rendellenesség állhat a háttérben. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, nagyon sok hasznos információ szerintem elhangzott. Még annyiben szerintem nyugtassuk meg a hölgynézőket és az urakat is bizonyos értelemben, hogy ezek a vizsgálatok abszolút veszélytelenek, hogyha jól tudom. Teljes mértékben, így van. Ez jó hallani. Így van. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen.